Az Atya, Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel. Nagy-nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai ünnepi vasárnapon. Először is vendégeinket, országgyűlési képviselőnket, polgármester urat. Köszöntöm a tűzoltókat, akiket a mai napon ünneplünk. Megpróbálok koncentrálni, hogy minden honnan jött tűzoltó testvéreinket köszöntsem úgy, hogy ki ne hagyjak senkit. Hát először is a helyi tűzoltóinkat köszöntöm, akik minket szolgálnak, hála és köszönet az ő tevékenységükért. Aztán a megyétől érkezett vendégeinket is köszöntöm. A közeli Akasztóról érkezett testvéreket, a délvidéki Bajmok és Bezdán tűzoltóit. És végül, de nem utolsó sorban nagy-nagy tisztelettel köszöntöm németországi Bad Tabarcból jött testvéreinket, akik minden évben megtisztelnek minket jelenlétükkel. Mit is kívánhatnánk többet, mint hogy ne legyen semmi dolguk? Ennél többet, szebbet nem kívánhatnánk. Se tűz eset, se vihar, sem természeti katasztrófa, se baleset, ne legyen dolguk, mert ha nekik nincs dolguk, akkor nekünk jó. Bár hozzáteszem, a pap az mindig gondoskodik arról, hogy legyen vagy majdnem legyen dolguk, és ugye nem csak az, hogy idegesítem őket a füstölőbe, hanem ugye volt nekünk kéménytűzünk tavaly. Most télen a kazánt robbantottam föl majdnem. Nem sok híja volt, tehát hála a jó Istennek azért ez elmaradt, de nagyon kicsi múlik mindig, hogy nehogy kölljön hívni kedves testvéreinket. Aztán nem feledkezünk el arról, hogy megvoltak a ballagások, holnap kezdődnek az érettségik, sok érintett van, gyerekek, unokák, dédunokák, úgyhogy imádkozunk keményen értük, hogy jól szerepeljenek eme megmérettetésen, és főiskolán, egyetemen mikor kezdődik a vizsgaidőszak? Hú, van két hetük, akkor értük, majd akkor imádkozunk. Lényeg az, akkor az érettségizőkre koncentrálunk, hogy jól sikerüljön neki. Aztán az édesanyákat is köszöntjük a mai napon. Jó Isten áldása legyen minden édesanyán, nagymamán, dédin, és a legkisebb leányokért, fiatal leányokért is imádkozunk, hogy jó édesanyák legyenek. Most foglaljon helyet mindenki, és először az édesanyákat köszöntik a gyermekek. Édesanyám keze, a legáldottabb kéz a földön ölkezett jó anyám. Rettentő semmi mélyén álltam, közelgő létem sajnalám. A te két kezed volt a mentőm, s a fényes földre helyezett, csak add ide egy pillanatra, hasonkolom meg kezedet. Ez a kéz szenteli meg a napnak két-két italát, ez a kéz vállalt életére gyilkos sorokban rabigát, ez a kéz szenteli meg a nyugalmi perceket, add ide csak egy pillanatra, hadd csókolom meg kezedet. Hányszor ügyelt rám ágyam mellett, ha éjsötétben dőlt a föld, hányszor csordult a búnak könnye, amit szememről letörölt. Hányszor ölelt a szent keverre, amely csupa-csupa szeretet, add ide egy pillanatra, hadd csókolom meg kezedet. Thank you.
egyszer volt, hol nem volt, egy gyermek megszületni készült. Egy napon a gyermek így szólt Istenhez. Azt beszélik, holnap leküldesz a földre, de hogy fogok ott élni, hiszen olyan kicsi és védtelen vagyok. Isten azt válaszolta. A sok angyal közül kiválasztottam egyet, várni fog téged, vigyázni fog rád. De, mondta a gyermek. Itt a mennyországban nem csinálok más, csak énekelek és mosolygok. Isten így szólt. Az angyalod minden nap énekelni fog neked, és érezni fogod az angyalod szeretetét, és boldog leszel. És? Mondta a gyermek. Hogyan fogom megérteni az embereket, ha nem értem a nyelvüket? Az angyalod meg fogja tanítani neked a legszebb, legédesebb szavakat, amiket valaha is hallani fogsz. Az angyalod meg fog tanítani beszélni. A gyermek felnézett az Úrra, és így szólt. Mit fogok tenni, ha veled akarok beszélni? Isten rámosolygott a gyermekre, és így szólt. Az angyalod össze fogja tenni a kezeidet, és megtanít imádkozni. A gyermek erre azt mondta. Úgy hallottam, a földön rossz emberek vannak, ki fog engem megvédeni? Az Úr megölelte a gyermeket. Az angyalod meg fog téged védni, akkor is, ha ez az élete kockáztatásával jár. A gyermek szomorúan nézett. De mindig szomorú leszek, mert nem láthatlak téged. Az angyalod meg fogja tanítani neked, hogy hogyan juthatsz vissza hozzám, ha bár én mindig melletted leszek. Ekkor nagy békesség volt a mennyben, de már hallani lehetett a földi hangokat. A gyermek sietve megkérdezte. Istenem, ha most mennem kell, kérlek, áruld el nekem az angyalom nevét. Az Úr erre így válaszol. Az angyalod neve nem fontos, egyszerűen csak így fogod hívni, anya. Köszönöm Istenem az édesanyámat, amíg ő véd engem, nem él semmi bánat, körülvesz virasztó áldó szeretettel, éltem ilyen nappal dolgozik, nem restel, áldott teste, lelke, csak értem fáradt, köszönöm Istenem az édesanyámat. Köszönöm a lelkét, melyből reggel este imádság száll, hozzád gyermekért estve. Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban, itt e földön senki sem szerethet jobban. Köszönöm a szemét, melyből jóság árad, Istenem, köszönöm az édesanyámat.
Te tudod, Istenem, milyen sok az árva, aki oltalmadat, végazadat várja. Leborulva kérlek, gondod legyen rájuk, hiszen a szegényeknek nincsen édesanyjuk. Végazdold meg őket, áldó kegyelmeddel, nagy-nagy bánatokat takard el, temesd el. Áld meg édesanyám járását, kelését, áld meg könnyhullatását, melyben áll nem fárad, áld meg két kezeddel az édesanyámat. Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat, köszönöm az édesanyámat. Egy nagy tapssal köszönjük meg gyermekeinknek a szolgálatát. A másodikosoknak a szép műsorát, köszönet hitoktatójának, fölkészítette őket, az énekeseknek a gyönyörű énekét, tanárnőnek a szolgálatát is köszönöm. És még annyit, hogy esői is kell imádkozni, mert hogyha ilyen szárazság lesz, akkor mégiscsak lesz dolga a tűzoltóknak. Aztán egy beteg testvérünkért is kell imádkozni, és a köszöntésből kimaradtak a legkisebb tűzoltók, ilyen picik, akik az óvodából jöttek. Most álljunk fel mindnyájan, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen vehessünk részt ezen a szentmisén. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg vétkeinket, és vezessen el az örök életre. Dicsőség a magasságban Istennek. Thank you.
könyörögjünk. Mindenható Istenünk, add, hogy odaadó buzgósággal ünnepeljük Urunk feltámadásának örömnapjait. Engedd, hogy cselekedeteinkkel mindenkor életre váltsuk, amit az ember emlékezéssel felidézünk. A mi Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Amikor Péter megérkezett Cezáreába, Kornélius százados eléje sietett és a lábához borult, hogy hódoljon neki, de Péter fölemelte, állj fel, mondta, hisz én itt csak ember vagyok. Majd szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta, valóban el kell ismernem, hogy Isten nem személyválogató, mindenki kedves előtte, bármely néphez tartozik is, aki féli őt és az igazságot cselekszi. Péter még be sem fejezte a beszédét, és a Szentlélek már leszállt mindenkire, aki hallgatta a tanítást. A zsidókból lett keresztények, akik Péterrel érkeztek, ámulatba estek, hogy a Szentlélek ajándéka a pogányokra is kiárat, mert hallották, hogy megkapták a nyelvek adományát, és magasztalják az Istent. Péter megszólalt, meg lehet-e tagadni a keresztvizet azoktól, akik a Szent Lelket épp úgy megkapták, mint mi? Elrendelte tehát, hogy Jézus Krisztus nevébe kereszteljék meg őket. Őt viszont arra kérték, hogy maradjon még náluk néhány napig. Ez az Isten igéje. Lecke, Szent János apostol első leveléből. Testvéreim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. Mindenki, aki szeret, Istentől való, és ismeri Istent. Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert az Isten szeretet. Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy az Isten elküldte a világba egyszülött fiát, hogy általa éljünk. A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte a fiát bűneinkért engesztelésül. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből.
Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradtam az ő szeretetében. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit parancsolok néktek. Nem gondolok titeket többé szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam Atyámtól, tudtum adtam néktek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak ki titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok, maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, amikor mostanában a televíziós híradásokat nézzük, vagy különböző írásokat is olvashatunk, amelyek a vallásról szólnak, sajnos bizonyos okokból kifolyólag arról hallunk, hogy hogyan fordulhat elő, hogy Isten nevében gyilkolnak. És természetesen olybá tűnik sokszor, minthogyha a kettő együtt járna. Isten hite, illetőleg a nevében való kegyetlenkedés. És valljuk meg őszintén, nekünk keresztényeknek is nem egyszer oda vetik, hogy bizony-bizony, igaz, hogy sok száz évvel ezelőtt, de ez a bűn mértékén nem változtat, de hány és hány embert ítélt el az inkvizíció, mert úgymond Isten nevében pusztították el őket. Igen, voltak és vannak bűnök, amelyeket egy helytelen hitből fakadóan Isten nevében követnek el, és ez ellen fel kell lépni. Azonban látjuk azt is, hogy miközben egyik oldalon ott van napjainkban is az Isten nevében elkövetett kegyetlenségek sora, addig ott van egy másik vonulat is, amely tulajdonképpen az elmúlt 2000 év során minduntalan megismétlődik, hogy Krisztus követőit gyűlölik, üldözik, adott esetben megölik. Így volt ez mindjárt az induláskor, amikor a zsinagóga indította az első támadást a hívők közössége ellen. Így volt ez a pogány Rómában, és aztán az elmúlt évszázadok során különösen is a 20. században minduntalan jöttek olyan eszmei áramlatok, izmusok, amelyek a keresztényeket gyűlöletesnek tartották. Nem kell túl messzire menni, elég, ha most boldoggá avatott Brenner Jánosra gondolunk, akit fiatalon, 20 évesen azért öltek meg, mert pap volt. Vagy az egykori keceli káplánt, akit a tanácsköztársaság idején 20 évesen azért öltek meg, mert pap volt. És ott vannak a néptelen helytállók egész serege. Éppen minap beszéltem egy barátommal, akinek meghalt az édesanyja, és mesélte, hogy a papírjai között, ahogy rakta a rendet, megtalálta azokat a jegyzőkönyv másolatokat, amelyek arról szóltak, hogy Tasson a TS irodában dolgozott, és felelősségre vonták a 80-as években amiatt, hogy hogyan lehet, hogy templomba jár, nem csak ő, hanem a gyermekei is, hogyan lehet az, hogy a gyermekei hittarra járnak,
tehát nem mindenütt volt olyan békés a közeg, mint Keceren, hanem voltak olyanokkal, még a 80-as években is raportra hívták azt a szülőt, aki gyakorolta hitét vagy gyermekét vallásosan nevelte. De akkor meséli ez a barátom, maga is megdöbben, hogy édesanyja milyen karakán volt, mert nem kezdett ott félni, hebegni, habogni, hogy bocsánat, hogy élek, bocsánat, hogy keresztény vagyok, hanem nyíltan odavágta a pártitkárnak, hogy de hát Kádár János is volt nemrég a pápánál, az lett baja belőle, akkor engem miért piszkálnak emiatt. Nos, nem mindenki úszta meg azonban ennyiből, tehát ismert és kevéssé ismert vértanuk, vagy fehér vértanuk egész sora volt, és van napjainkban is, hiszen halljuk a híradásokban, hogy elég, ha valaki megvallja hitét, elég, hogyha valaki viseli a keresztet a nyakláncán, és nem csak divatból, hanem hitvallásból, emiatt a munkahelyéről is sokszor eltávolítják, ha nem hajlandó levenni azt. Vagy halljuk, hogy nyugaton hány és hány embert zavar, hogy ott van a kereszt a bírósági tárgyalóterembe, vagy az iskolaterembe. És most, amikor egyértelművé válik, hogy a kés ott van, nem egy régi nagy nyugati nemzet nyakán. És az fenyeget, hogy néhány évtizeden belül kisebbségbe kerülnek saját országukon belül, majd szép lassan kiíródnak a történelemből, még most sem ismerik föl, hogy mi áll, vagy mi bukik, ha továbbra sem lesznek tanúságtevők, ha továbbra is bedőlnek egy istentelen média úgymond üzeneteinek. Egy internetes felületen nemrég egy újságíró azzal a címmel írt cikket, hogy miért vagyok keresztény, és ebben azt fejtegeti, hogy milyen nehéz nyilvánosan megvallania, hogy keresztény, és nem elsősorban egyházi tanok miatt, hanem arról ír, hogy mennyire nehéz, mennyire erős az ellenszél, hogy valóban ő írhasson a hitéről, illetőleg, hogy megvallhassa azt, hiszen minden és minden ez ellen szól. Ugye persze itt a templomban könnyű hitvallást tenni. Otthon a bezárt szobában könnyű hitvallást tenni és imádkozni. De a templom falain túl hirdetni Krisztust, adott esetben nyilvános helyeken már sokkal kevésbé megy nekünk. Igaza van ennek az újságíró testvérünknek, és bizony-bizony nagy-nagy feladatunk, óriási szükség van arra, hogy hirdessük azt az egészen más Isten, mint amit nagyon sokan úgymond vallanak is, akinek a nevében gyilkolnak. Óriási feladatunk, hogy a szerető Istent hirdessük, róla tegyünk tanúságot. Persze, amikor arról van szó, hogy Isten szeretet, akkor ez nem egy homályos érzést akar, nem egy érzület az, amit úgymond hirdetnünk kell, hanem látjuk azt, hogy Isten, amikor szeret, azt mindig cselekszi is. Legyen szó akár a teremtésről, vagy legyen szó a Krisztus eseményről. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Értünk, ami üdvösségünkért nem csak emberré lett, hanem hordozta a keresztet, szenvedett értünk, és meghalt a keresztfán. Tehát látjuk, hogy egy tevékeny valóság a szeretet, és ezért is mondja Krisztus, hogy nincs nagyobb szeretete senkinek se annál, mint amikor életét adja barátaiért. Vagy ugye egy másik csodálatos hasonlat, hogy a búzaszemnek el kell halnia, hogy sok-sok termést tudjon hozni. Erre a szeretetre hív minket a mai napon az Úr, de azt is látnunk kell, hogy nem ragadhatunk le mi hívek egy sopánkodó összejövetelnél, hogyha arra gondolunk, hogy milyen ez a világ. Meg, hogy az Isten nevében elkövetett bűnök, gyilkosságok sajnos igencsak megszaporodtak. Nem elég panaszkodnunk, sőt, fölösleges. Azt kell felismernünk, hogy milyen kegyelmi időszakban vagyunk bizonyos szemszögből.
hogy most egy óriási lehetősége van a kereszténységnek arra, hogy kilépjen önkéntes rejtekéből, és továbbá ne hallgattassa, ne folytsa magába az evangéliumot, hanem lépjen elő, és mutassa meg a világnak a szerető Istent, azt az Istent, akitől nem kell félni. De ehhez kell a tanúságtétel, és ne feledjük el, nincs sokféle út, sokféle választható lehetőség. Amikor Mózes előhozza a törvényeket, azt mondja, ma eléd tártam az életet és a halált. Vagyis nincs az, hogy egy ilyen kicsit könnyű, meg kicsit nehéz, ilyen B, meg C, meg D variáns is van, nem. Vagy az életet választod, vagy a halált. És ugyanúgy most is arra van lehetősége a kereszténységnek, hogy hirdesse az életet, vagy különben elpusztul. Vagy megragadjuk ezt az utolsó nagy lehetőséget, és valóban tanúságtevő keresztények vagyunk, vagy többet nem rúghatunk labdába, és ez nem mások bűne lesz, hanem a mi halogató magatartásunk bűne, illetőleg, hogy elfojtottuk magunkba. Saját magunk lettünk a szeretet evangéliumának a temetőivé. Kedves testvérek, látjuk hát, hogy milyen csodálatos lehetőség áll előttünk. Hirdessük az örömhír, hirdessük az egészen más Isten, akár alkalmas, akár alkalmatlan, mert így van jövőnk. Ugye elég, ha arra gondolunk, amikor hétköznap összefutunk és beszélünk sokat. Van, aki rengeteget tud beszélni. Van, aki egész nap beszél. Kár, hogy nincs gomb rajta. De hogyha csak 10%-a a beszédnek szólna az evangéliumról, sőt, 5 is elég volna, mennyivel másabb volna a világ. Vagy most, amikor ott van ugye a Facebook, és meg annyi más modern technikai huncutság. Ugye mennyi minden ostobaságot posztolunk már, akinek van. Ugye, főztem tojásrántottát, lefényképezem, kirakom. Ittam egy kávét, lefényképezem, kirakom. Nem ittam egy kávét, ezt is lefényképezem és kirakom. Ásítottam, lefényképezem, kirakom. Új búrát csináltattam magamnak, lefényképezem, kirakom. Milyen jó volna, hogyha egy krisztusi mondást, egy szép szentírási idézetet osztana meg mindenki minden egyes áldott napon. Hogy mit mondott Jézus? Csak egyet. Nem többet, egy mondatot. És már volna értelme ennek a Facebooknak, vagy több értelme lenne, és minden más technikai eszközünknek. Úgyhogy arra is buzdítom a kedves testvéreket, használják eme lehetőségeit a technikának, de ne csak fölösleges, vagy néha kimondottan ostoba dolgokra, vagy kamuhírek közlésére, vagy egymás szidalmazására, hanem az élet igényének a terjesztésére. Amen. Most pedig imádkozunk tűzoltó testvéreinkért. Mindenható Atya Isten, hálát adunk neked azon jó téteményedért, hogy időről időre felébreszted emberek lelkében a szolgálat lelkületét, a másokért tenni akarás tüzét, hogy a kötelezőn vagy a megfizetetten túllépve szolgálják közösségeiket, és olykor veszélyes körülmények között is segítsenek a bajba jutottakon. Kérünk, áld meg ezeket a tűzoltó testvéreinket, akiket a mai napon köszöntünk és ünneplünk. Áld meg életüket és családjaikat, és oltalmazd őket szolgálatuk teljesítése közben. Tarts távol tőlük a veszélyeket. Adj nekik szerető és megértő családtagokat, akiknek körében megpihenhetnek és töltekezhetnek. Urunk Jézus Krisztus, te magad adtál példát arra a tanításodra, hogy nagyobb szeretet nincs annál, mint amikor valaki életét adja barátaiért. Segítsd és támogasd a testvéreinket, hogy minden áldozatra készek legyenek, a rászorulók, a bajba jutottak, a balesetet szenvedettek megmentése érdekében.
Mindig te legyél a példaképük áldozatos szolgálatukban. Szentlélek Úristen, te az öröm lelke is vagy. Élj mindig tűzoltóink szívében, hogy soha el ne fásuljanak, soha ki ne égjenek, hanem mindig örömmel és szenvedéllyel tevékenykedjenek. Így kérjük, hogy a Szent Háromság egy Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek áldása szálljon-e tűzoltókra és családjukra, és maradjon velük mindenkor. Amen. Most pedig megkérem a tűzoltók parancsnok urat, hogy, ahogy szoktuk, koszorúját helyezze el az elhunyt tűzoltók számára állított emléktáblán, és a Bad Tabarcból jött tűzoltók parancsnoka is hasonlóképpen cselekszik. Sajnos minden évben meg kell emlékeznünk valakiről, így hát élő is üdvös, hogy a megemlékezésem, a szerény jelét elhelyezzük az emléktáblánál. Mindnyájan, és valljuk meg hitünket. Hiszek az egy Istenben. Testvéreim, Isten maga a szeretet, kérjük kegyelmét, hogy szeretetünket soha meg ne rontsa az önzés méteje.
Áld meg, Urunk, Szent Atyánkat, Ferenc pápát, hogy a Szent Lélek erejével hirdesse Isten szeretetét. Kérünk téged, hallgass meg minket. Szüntesd meg, Urunk, a kíméletlen vetélkedést és az ellenségeskedést a népek között, hogy szeretetben éljenek egymással. Kérünk téged, hallgass meg minket. Gyógyítsd ki, Urunk, a világot az önzés betegségéből, hogy megszűnjön az ínség és a nyomor a földön. Kérünk téged, hallgass meg minket. Engedd, Urunk, hogy az egyházközségünk tagjai becsüljék meg egymásban a Krisztus barátait. Kérünk téged, hallgass meg minket. Árazd ránk, Urunk, szent lelkedet, hogy tanításod szerint helyesen szeressük egymást. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk Istenünk, engedd, hogy mi, akik a keresztségben fiad képére formálódtunk, általa az igaz szeretet példaképei lehessünk, aki veled él és uralkodik mindörökkön örökké. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Adja az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Szent Egyház javára. Urunk Istenünk, fogadd el könyörgéseinket áldozati adományainkkal együtt, add, hogy kegyelmed erejéből megtisztulva, atyai jóságot szentségeihez méltók legyünk, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus a húsvéti bárány. Mert odaadta értünk életét, a régi áldozatok helyett kereszthalála lett a tökéletes áldozat, és üdvösségünkért felajánlva neked önmagát, ő lett a főpap, az oltár és az áldozati bárány. Ezért mi is az angyalok kórusához társulunk, és velük együtt vég nélkül zengjük. Szent, 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 Szent.
Mindenhatalmasban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret. Hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek is sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal, 16. Benedek nyugalmazott római püspökünkkel, Balázs érsekünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő egyesével, az apostolokkal, Szent Flóriánnal és minden szenttel együtt részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne. A tiéd mindenható Atya Isten a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára, éhés isteni tanítása szerint így imádkozunk. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait.
békesség nektek, ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézd, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mind örökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség, köszönjük. Az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, te Krisztus feltámadásában újjáteremtesz minket az örök életre. Növeld bennünk a húsvéti szentség kegyelmét és az üdvösség kenyerének erejét árasz szívünkbe, Krisztus a mi Urunk által. Jövő hét szent miséja következők lesznek, ma délután 16:30 első vasárnapi szentségimádás lesz. Hétfőn reggel 7:00 az érettségizőkért ajánljuk fel a szentmisét, este 6:00 rózsafűzér a szentatyáért. Kedden a pápa szándékára mondjuk a misét, szerdán egy beteg testvér gyógyulásáért, csütörtökön a főpásztor szándékára, este 6:00 ünnepélyes szentségimádás. Pénteken vizsgázó testvéreinkért imádkozunk, szombaton Gubik János szülei és unokája Zsolt. Jövő vasárnap Urunk mennybe menetelének ünnepén az első áldozás lesz 9:00, egyházközségünk nagy ünnepe, este 6:00 Sendula István neje, Lajkó Margit és szüleik. Május 11-én pénteken este 6:00 a Városi Könyvtár és Művelődési Ház nagy termében katolikus iskolánk védőszentjének, Szent II. János Pál pápának az életútját bemutató színdarab lesz, az iskolás gyerekek adják elő, nagyon jól megrendezett, szépen előadott darab, úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy ingyenes, ugye ingyenes a belépés, úgyhogy biztatok mindenkit, menjen és nézze meg. Másnap szombaton lesz a katolikus majálés, délelőtt 10-től este 7-ig itt a Kultúrház mellett. Fiataljaink nagyon sok programmal készülnek, gyerekeknek, időseknek egyaránt. Mindenkit szeretettel várunk. Másnap akkor első áldozás, az úrnapi körmenet június 3-án lesz a sátor készítők, már most beszéljék meg a tennivalókat. Egyházunk házasságot hirdet, Hugyi László László és Minda Erzsébet fia eljegyezte Rákóczi Zitát, Imre és Orcsik Mária leányát, hirdetjük őket, először foglaljuk imáinkba fiatal testvéreinket.
Megköszönöm mindenkinek a jelenlétet, még egyszer nagy-nagy tisztelet, köszönet tűzoltóink felé, legyenek akár helyiek, akár más útszolgálatot teljesítők. Aztán mise után mindenkit várok az udvarba egy kis agapéra, és jövőre meg találkozzunk ugyanitt, Szent Misén. Kihagytam valamit? Ja, először az óvodásoknak lesz egy kis ilyen bemutatója, majd itt az úton. Igen, itt a templom előtt az úttesten. Végre most nem esik az eső, mint a egyik másik évbe, de akkor előbb őket nézzük meg, utána jövünk az udvarba, és akkor jövőre meg ugyanitt Szent Mise. Kívánok szép vasárnapot mindenkinek, köszönöm a szolgálatokat, az Úr legyen veletek. És a lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála. Thank you.